Az utolsó gyümölcsöket szedik a Nógrád megyei Berkenyén. Hafnerék 20 éve még új autót vettek a nyereségből, amit a Málnán kerestek. Évek óta csökken a bevételük, amióta egyre nehezebben találnak munkaerőt. Azt mondják, kész rá fizetés tovább működtetni a családi vállalkozást. Nem igazán éri meg így, szóval ha már embereket kell alkalmazni, ami nincs, akkor nem igazán, és a család már igazán nem bír ilyen területet ellátni. Pedig a versenytársak is elfogytak, némelyek Nyugat-Európába vándoroltak, már alig valaki termeszt Málnát Berkenyén. Már csak mutatványba, igen. Tehát itt, ebbe a berkenyei határba ennek a 40-szerese volt, 40-50-szerese volt. Jövőre legfeljebb a termelői piacokon néhány őstermelő árulja majd a gyümölcsöt, a boltok polcairól végleg eltűnik a magyar málna a terméktanács szerint. Hogyha technológiailag étkezési málnában föl is tudnánk készülni, és pályázatokkal olyan új intenzív ütötnyéket létrehozni, még akkor is nagy kérdés, hogy ki fogja leszedni. Másfél hónapja a Munkaadók és Gyáriparosok Szövetsége aggódva kereste meg a kormányt, hogy összességében 100-200 ezer álláshelyre nem találnak jelentkezőt. Az egyik szegedi vállalkozó az RTL Híradónak azt mondta, azóta 12 boltjából 3-at zárt be, mert külföldre mentek dolgozni az alkalmazottak. Egy hete a nemzetgazdasági miniszter maga mondta a figyelőnek, hogy érzése szerint egy autóipari beruházás is meghiúsult a munkaerőhiány miatt. Ezúttal a kedvező, második negyedéves gazdasági növekedésről szóló tájékoztatóján értük utol Varga Mihályt. Azt mondta, a kormány ura a helyzetnek, és nagyon jelentős béremelésekre számít, drágulás pedig nem lesz a munkaerőhiány miatt. Nem számítok arra, hogy a fogyasztói árak valamilyen drámai mértékben elkezdenek növekedni. Nagyjából az infláció környékén lesz ezeknek a változása. Az LMP szerint viszont a kormány gazdaságpolitikája megbukott, és azonnali intézkedésekre lenne szükség. A kormány is Varga Mihály úgy akart bért emelni, hogy ekközben nem tervezik csökkenteni az adóterheket, akkor nagyon sok kis vállalkozás csődbe fog jutni. Tehát radikális gazdaságpolitikai és foglalkoztatáspolitikai váltásra van szükség. A KSH szerint hivatalosan 36 ezer betöltetlen álláshely van a versenyszférában Magyarországon, kétszer annyi, mint 4 évvel ezelőtt.